látogattunk a mai napon induló Automotor Tuning Show-ra, a Hung Expo-ra. És hogy miket láttunk, és miért érdemes ide kilátogatni? Szerintem ez nagyon rövid időn belül kiderül. Mennyire tetszik a rendezvény? Szereted az autókat? Igen. Mi a kedvenc automárkád? Nem tudok dönteni. Miért jó ez a rendezvény, és miért jöttetek ma ki? Hát már betegek vagyunk, autóbolondok vagyunk. 200 km utaztunk ide, kimondottan ezért az eseményért. Autószeretők vagyunk a fiammal együtt, és itt olyan autócsodákat látunk, amit nem minden nap lát az ember. Nemrég égeztünk egy fél órája, de már is el vagyunk ápráztatva, úgyhogy tényleg jó. A kiállítás leggyorsabb autója mellett állunk, és Csolti Ádámot kérdezem róla, hogy milyen érzés egy másodperc alatt 100 km/h gyorsulni? Egy másodperc alatt még én sem éreztem igazából, 2 másodpercről már tudok beszélni. Megmondom őszintén, hogy az első 150 méter szinte kiesik, tehát úgymond nincs is meg, reflexből megy minden. Tehát az első 150 km/h gyorsulás az rutinból megy, mondjuk így. Tehát nem nagyon érzed a külvilágot, ott csak te vagy és az, hogy egyenesen mész. Sok az ember, jók a kocsik, úgyhogy király. Abszolút érdekelne az, hogy két nőt miért érdekel egy autósó? Szeretjük az autókat. Van kedvenc automárkátok, ami miatt ide jöttetek? Nincs különösebben kedvenc. Minél régebbi legyen. Az MTS idén egy kifejezetten autós tematikájú rendezvény. Megtaláltok benne ugye az átépített autók, van egy vadi új autó tematikánk, van veterán tematikánk, van hot rod szekciónk, és ugye itt vannak még a motorsportok is. Van egy sztár vendégünk, aki egyenesen Amerikából érkezett, és ő itt több aktivitást csinál ezen a hétvégén. Például a Dedikán lehet vele találkozni, lesz egy elég nagy bejelentése is, amit nem lőnék le előre. De egyébként 0-24-ben, vagyis inkább azt mondom, hogy nyitástól zárásig folyamatos programjaink vannak. A nagy színpadtól kezdve a Gymkhana arénán keresztül, a gyerekpavilonig mindenki mindent meg tud itt találni, amit szeretne. Nekem a bátyám kezdett el versenyezni, és eleinte csak kijártam a versenyekre, mint néző, aztán segítő, és végül nekem is megtetszett, és én is elkezdtem versenyezni ebben a csapatban. Mindenki nagyon kedves, segítőkész volt, és nagyon jó a csapat. Eleinte mindenki csodálkozik, hogy ezt a sportot választottam, de miután elmesélem, hogy miért, és hogy miért szeretem, akkor mindenki megérti. Ő a legfiatalabb, és ő az egyetlen hölgy ebben a társaságban, úgyhogy kívánom neki a legjobbakat!